20. századi modernizmus a bibliai történeteket is a maga beépítette az eszköztárába. Jézus sok képen jelenik meg, tulajdonképpen más szerepben, mint ahogy ezt a Bibliából hagyományosan megszoktuk. Nagyon gyakori az, hogy kapcsolódnak az a szociális munkás mozgalmokkal, tehát a szegénység vállalásával egyfajta szocialista szimbólumként. Derkovics Gyula esetében ilyen módon is lehet értelmezni ezt a képet, de ha jobban megfigyeljük ezt a festményt, amely ugye az utolsó vacsorát ábrázolja sajátos formán, Derkovics egy önarcképet festett, ahol ő maga, mint Jézus Krisztus szerepében, a tanítványai körében magyarázza el nyilvánvalóan a festészet, vagy az új társadalom lényegét. Az, hogy a művész proféta szerepében jelenik meg, ez a 20. század első felének nagyon jellemző momentuma.